Hód rágta meg ezt a fát, amely hamarosan a mellette haladó útra dőlhet. De nem csak a rákcsáló jelentett veszélyt az autósokra a jó idő megjelenésével. Nem ez a fő ö, időszak, amikor a vad ütközések vannak. Hanem a párzási időszak, amely inkább nyárra, korha őszre tehető. Ettől függetlenül számolnunk kell azzal a lehetőséggel, hogy kirohan az útra egy vad az országutakon ha már rá tud dudálni, meg fényel tud jelezni, akkor már nagyszerűen meg tudja előzni a balesetet. Azt tudom tanácsolni, hogy ahol látják az autósok, hogy vadveszélyt jelző tábla van kint, ott fokozott óvatossággal vezessenek, lehetőleg csökkentsék a sebességet, főleg akkor, hogyha a terület nem nyílt, hanem zár például erdő mellett megy el, mert akkor ugye kisebb a lehetőség, hogy észrevegyék a vadmozgását az autósok. A Sziget Közvadásztársaság elnöke hangsúlyozta, társaságuk a legveszélyesebb szakaszokat táblával jelzi, hogy felhívják az autósok figyelmét. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly 13.877 járművezető által okozott baleset történt hazánkban, amely többségében figyelmetlenségből fakad. A személyi sérülés mellett a keletkezett anyagi kár is nagy gondot okozhat például a vadak erőtésekor. Ha táblával jelzett területen kívül történt az ütközés, akkor sem teljesen egyértelmű, hogy kinek kell ugye térítenie, hiszen ugye ott az a kérdés, hogy felróható-e a vadásztársaságnak a felelőssége, hogy ott vadjárás van, és kellett volna neki táblázni. Vadkár esetén egy kiegészítő biztosítási lehetőség fedezi a keletkezett anyagi károkat, hangsúlyozta az egyik biztosítási cég fiók vezetője. Fontos az, hogy felkészüljünk rá, például a kötelező felelősségbiztosítás mellé köthető kiegészítő vad és háziállatkár biztosítása. Ezek a biztosítások fedezetet nyújtanak azokra az esetekbe, ha vadakkal ütközünk, vagy akár háziállattal állattal ütközünk, és abban az esetben is térítenek, hogyha ez táblával kijelölt területen történik meg, vagy akár a saját házi állattal történő ütközés esetén is. Ha nincs erre vonatkozó biztosítás, akkor mindenki köteles megtéríteni a saját kárát. A vad elütésekor mindig értesíteni kell a rendőrséget, a megfelelő biztosítás esetén pedig a biztosítási céget is. Akár felmérés után tud téríteni a szolgáltató. A táblával jelzett területen olyan sebességgel érdemes közlekedni, amelynél még le lehet fékezni egy váratlan eseménykor, például egy vad felbukkanásakor.